Kolozs megye a normalitás útján, vagy útban Európa felé, ez is lehetne a címe a következő hírnek, amelyben arról számolunk be, hogy elsőként a megyében, de talán Erdélyben is, háromnyelvű utcanévtáblákat helyezett el a polgármesteri hivatal Kisbács községben. Az ügyet még látványosabbá teszi, hogy a többségében romák által lakott utcák nevét cigány nyelven is kiírták. Lassan-lassan haladunk Európa irányába, mondta Deák Ferenc, a Kolozs megyei Kisbács község RMDSZ-es alpolgármestere. Már ami Kisbácsot illeti, hiszen egyelőre ez az első település a megyében, sőt listavezető Erdély szinten is azon helységek között, ahol többnyelvű táblák jelzik a nemzetiségi sokszínűséget. Nagyon meglepett a dolog, és remélem, hogy most utólag nem lesznek utóhangok, nagyon meglepett a dolog. Eddel én voltam megbízva, úgymond, hogy előkészíteni, hogy milyen utcaneveket, hogyan csoportosítjuk, hogyan fordítsuk le, hogyan ilyesmit. Mikor bemutattam ezt a tanácsba, ahol természetesen, hogy többségi román tanácsosok vannak, bemutattam a nagy meglepetésemre 2-3 utcanevet, amit változtattunk a kérésükre, hogy ne ez legyen, hanem az, de összhangulag a 15 tanácsosból 14 volt jelen, és mind a 14 pozitívan, mind a 14 megszavazta ezt, hogy igen, a háromnyelvű utcanévtáblákat. Az erre vonatkozó döntés tanácsi határozat formájában vált hivatalossá és kivitelezhetővé. Az ügyet a Szociálliberális Szövetséget képviselő polgármester is teljes mellszélességgel támogatta, mondta el Deák Ferenc. Hozzátette, azért is volt szükségszerű ez az intézkedés, mert rendszertelen volt a község 82 utcát számláló hálózatának megnevezése. Ez gondot okozott bizonyos esetekben a mentősöknek és a tűzoltóknak is. Tudjuk azt is, hogy a törvény ugyebár megengedi azt, hogy igen, mind ott, ahol 20%-nyi magyarság van, hogy ez meglegyen, de azon kívül is én gondolom, hogy itt nem a törvény volt, hanem az emberiség volt, a megbeszélés, a ködös együttélés, gondolom, hogy itt ez volt a lényege. Azt is el kell mondani még, hogy nem csak magyarul, hanem mi a magyarok átadtunk néhány nevet is, hogy a romáknak, hogy cigányul is legyen kitéve, tehát ott, ahol ők laknak, ott 4 utca az nem magyarul lesz, hanem románul, cigányul és angolul. Stábunk jelen volt, amikor az Erdő utcai táblát helyezték el a mesterek. Az ott lakó roma közösség egyes tagjai azt mondták, nem minden esetben helyes a fordítás. Cuvântul stradă cum se traduce? Drum. Drum. Aici scrie le. Le, nu, nu, nu. Asta înseamnă ca și cum ar spune, înțelegi, deci un cuvânt în plus, lângă. Deci lângă, le. Nu, nu, nu. Dar vă deranjează că dumneavoastră știți altfel decât scrie pe tablă? Nu ne deranjează absolut nimic. Din potrivă, eu am zis că nici Vășescu. Ua. Nu-i bine. Cu V. Vășescu. Tu te-ai interesat după treburile astea? M-am interesat, exact. M-am uitat și în dicționar, am întrebat și de vecini care au fost cu mine alături de cazul acesta și le-am dat un nume exact în limba romanii. Ezt már Rézműves Lívió mondta, aki a roma közösség egyik helyi vezetője. Az alpolgármester hozzátette, a következő hetekben 1000 szám házszám táblát osztanak ki a lakóknak, felszerelés végett. Majd csak ezután kezdődik a neheze, hiszen a lakóhely megnevezésének megváltoztatása a hivatalos iratok kicserélését is maga után vonja. A személyi igazolványokat a polgármesteri hivatal saját költségén cseréli ki, ami a jogosítványokat illeti, az új Európai Uniós dokumentumon már nem szerepel a lakcím. A polgármesteri hivatal a lakók lakcím változásáról értesíti a rendőrséget, a postát, a kataszteri hivatalt és a megyei tanácsot is.